Kezdés után győzelemben bízva lépett a pályára a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata a BL bajnok Győri Eto ellen. Kemény, küzdelmes mérkőzés után végül a győriek vihették haza a pontokat. Az első félidőben a hazai csapat irányított, de a játékrész végére a Győr egalizált. A véghajrában is a vendégek bizonyultak sikeresebbnek. Egy nagyon jó mérkőzés sikerült játszanunk a világ legjobb csapata ellen. A csapatom minden dicséretet megérdemel. Most nem azt mondom, hogy önbizalommal, de azt gondoltam, hogy teljesen felszabadultan mentek a lányok a pályára, nem kisítően, és voltak szakaszok, amikor nagyon-nagyon szép dolgokat sikerült véghez vinni, úgyhogy mindenki, aki hozzátette ehhez a mai eredményhez, mert ez a három gólos vereség, mondom még egyszer, a BL győztes vagy világ legjobb csapat ellen, az ránk nézve nagyon hizelgő, és csak gratulálni tudok a játékosaimnak. Hát hál' Istennek csak a végén dőlt el, hogy nyert a Győr. Ott Bódi Berni, amikor belőtte a széről az ittszert, akkor talán úgy a három gólos előny már nem igazán volt időnk behozni. Ez a mérkőzés nagyon sokat kivett a játékosokból, és nem tudtunk olyan minőségi cserét eszközölni, mint a Győr, mert azért nekik világklasszis játékosaik vannak. De mondom még egyszer, hogy a lányok nagyon becsülettel küzdöttek, úgyhogy minden dicséretet megérdemelnek. Nagyon kemény meccs volt, tényleg belülről is, ugye fejfáj mellett haladtunk végig. Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, mert ugye az előző eredményekből kiindulva nagyon nehéz meccsre számítottunk, ami úgy is alakult, és hát talán védekezésben a vége fele jobban bírtuk, az utolsó 10 percben jobb volt a védekezésünk. Hát először is szerintem nem szégyen kikapni ettől a Győrtől, főleg ennyivel. Szerintem nagyon jól játszottunk, tényleg partiban voltunk a végéig, úgyhogy hogy a tőlünk telhetőt szerintem megtettük. Fantasztikus közönség látogatott ki ma, és tényleg szívünket, lelkünket kitettük a pályán, amíg bírtuk. És a